Szigetváron vagyunk, a Zrínyi Miklós Gimnázium szakközépiskolai szakiskolában. Ez egy olyan intézmény, amelyik már több mint 100 éve működik, és fénykorában 1000 fölötti létszámmal működött, jelenleg 650 tanuló tanuló iskolánk van. Az elektronikus napló bevezetésének gondolata már régebben megfogalmazódott az iskola vezetésében. A tavalyi tanévnek a végén kezdtük el keresni azokat a lehetőségeket, amelyek megfelelnek az iskolánknak. Gondolok arra, hogy itt gimnázium, szakközépiskola és szakiskola van egymás mellett. Ugye más-más működéssel, más-más működési feltételekkel, és végül is a Twinnet szoftverét választottuk, mert ezt találtuk arra alkalmasnak, hogy ezt a sokszínűséget kezelni tudja. Az elektronikus napló bevezetésénél próbáltunk a fokozatosságra törekedni. Először kezdték el a tanárok használni, azután gondoltuk úgy, hogy innentől kezdve most már bele láthatnak a szülők is, illetve a diákok, és múlt hét óta tudják használni a gyakorlati helyek is. A kollégák elég szkeptikusak voltak. Én az arcukon azt láttam, hogy megint próbálunk valami olyat a nyakukba varni, amire nem biztos, hogy szükségük van. Az indulás nyilván nehéz volt, én pozitívan fogadtam magát a tény, hogy elnapló lesz. Viszont én inkább az előnyei sorolnám, ami hátránya van, az a bevezetés után, ahogy megyünk bele a használatba, az egyre inkább eliminálódik. Nekem már csak az előnyök maradtak meg. Az egyik előny az persze kérdéses, otthon is jól lehet használni. És egy-egy elmélyültebb dolog kibontásához, mert a napló használat során ilyen is van, kicsit elgondolkodni a hiányzásokon, az okokon. Vajon a tanmenet úgy áll-e, hogy én szeretném, ami nem fér bele szünetek közötti 5 percbe, ragyogóan használható otthonról. Tehát az ember sokkal fölkészültebben tud érkezni egy-egy hétfőre, hogyha az előző hetet szintetizálta otthon. És igazából ez nem több, mint egy-másfél óra egy hétvégén valójában. A fél év győzte meg talán a kollégákat arról, hogy ez egy nagyon jó rendszer, mert a fél éves bizonyítványokat már nem kézzel kellett kitölteni, hanem minden osztályfőnök kinyomtatta, és vagy beragasztotta, vagy betűzte a fél évi értesítőt az ellenőrző könyvbe. Szeptember óta használjuk az elnaplót, osztályfőnökként nagyon jók vele a tapasztalataim, mivel nagyban megkönnyíti a munkámat, főleg a hiányzások összesítése, statisztika készítése. A megtanulása sem volt túl bonyolult feladat, úgyhogy egy-két hónap alatt bele tudtunk rázódni. Az, hogy nem kellett bizonyítványt írni fél évkor, az nagyon sokat segített nekünk, és nagyszerűnek találtuk. A bevezetésnél nagy előny volt az is, és ezért is döntöttünk a Twinnet szoftvere mellett, mert a KIR-ből a diákok adatait nagyon könnyedén át lehetett emelni. A KIR-ből át lehetett emelni a kollégáknak, a pedagógusoknak az adatait is, és onnantól kezdve az elektronikus naplórendszer ezt látta. Az elnaplót szeptember óta használjuk, ugye az egész tantestület eléggé leegyszerűsíti a hiányzásoknak a nyilvántartását, a jegyeknek a kezelését. Miután az ember megérti a menürendszernek a használatát, akkor az egész meglehetősen egyszerűvé válik. Tehát gyorsan lehet a jegyeket rögzíteni, meg az egyéb adminisztratív dolgokat. Évvégén, fél évvégén a jegyeknek a lezárását is eléggé egyszerűvé teszi, mert mindjárt fölkínál egy lehetséges átlagot is. Én magam részéről teljesen elégedett vagyok velem. Az órarend készítő szoftverből az egész órarendet át lehetett emelni az elektronikus naplóba. Rögtön láttuk azt, hogy melyik kollégának az adott napon milyen órája van, tehát az egész rendszer bevezetésénél ez nagyon nagy előnyt jelentett. Összességében én nagy barátjává váltam, és az én osztályfőnöki munkámat iszonyatosan megsegíti. A téli évvégi zárás az tulajdonképpen idézőjelbe téve rutin munkává válhat, csak napról napra, a napra készséget kell biztosítani. Ebből a szempontból az elnapról szerintem óriási előrelépés lehet. Nagyon gyorsan kezelhető most már óra elején is. Én attól tartottam, hogy a napló kezelés alatt, az óra elején
ott szétesett az osztály, és megmondom őszintén, egy-két hónapig nem is itt írtam be, hanem óra után mindig. Aztán rájöttem, hogy pillanatok alatt lerendezhető a dolog, illetve óratartás közben mindig van egy kis szünet, amikor ők dolgoznak, amikor valami lélegzetvételi idő van, mert valami átrendeződés van a teremben, akkor egy-egy kattintással az elmaradt berögzítését a tárgynak, ezt aztán azt meg lehet csinálni. Van az elektronikus naplónak olyan rendszere, ami a túlórát, illetve a helyettesítéseket figyeli. Tehát én napra pontosan tudok helyettesítési naplót nyomtatni az elektronikus naplóból, illetve napra pontosan tudom, hogy melyik kollégát ki helyettesítette, és ez kinek hány túlórát jelentett. Az adminisztrátorok, illetve az iskolatitkárok is szívesen használják ezt a rendszert, például, hogyha van olyan tanulónk, aki átmegy másik iskolába, akkor könnyen tudnak a haladási naplóból egy oldalt kinyomtatni, és azt akár digitálisan vagy nyomtatott formában elküldeni annak az iskolának, ahova átment a tanulónk. Az elnaplót nagyon szeretem, hiszen a tárgyamhoz közel áll, és csupa jók a tapasztalataim, mert hogy már a szülő is meg tudja nézni, és akkor órára pontosan tudják, hogy hiányzik, nem hiányzik. Én nagyon szeretem kezelni, nincsen vele semmi probléma, és tulajdonképpen én örülök neki, hogy e felé haladunk, és nem a hagyományos írott forma van már. Az elektronikus naplóval kapcsolatos teljes adminisztráció a szerverteremben található. Külön szervert működtetünk az elektronikus napló miatt, és úgy van beállítva a szerver, hogy naponta elmenti az adatokat, illetve ezen kívül én itt ezen az irodai gépre is hetente legalább egyszer el szoktam menteni, illetve otthon is elmentem az adatokat. Ha esetleg bármilyen hiba történik a szerverben, akkor bármikor rekonstruálhatók legyenek az adatok. Eddig semmilyen problémánk nem volt vele, nagyon jól működött. A kapcsolatunkat Winnettel nagyon jó. Nagyon sok kérésünk volt a fejlesztők felé, és nagyon örültök neki, amikor a következő frissítésben ezeket a kéréseket teljesítették is. Például most kértük a fejlesztőktől azt, hogy legyen olyan kimutatás, amiben egyenként minden diáknak látjuk, hogy pontosan mikor volt igazolatlan hiányzása. Ez azért is fontos, mert hogyha hivatalos levelet kell küldenünk, akkor rögtön látjuk azt, hogy a tanuló mikor, melyik óráról hiányzott igazoltan, igazolatlanul, és egyszerűen kinyomtatjuk és el tudjuk küldeni levélformájában, vagy esetleg elektronikusan bárhova. Kifejezetten előrelépésnek érzem, és örülök, hogy kezelhetem, mert ez egy tudás. Nekem ez egy kompetencia. Nem tudom mekkora, de hogy az elektronikus technika kezelésében, a digitális elektronikus technika kezelésében, a számítógépes munkamódszerek, a munkakultúra terjesztésében ez kompetenciát növelő, ebben egészen biztos vagyok, és szerintem ezt egész egyszerűen üdvözölni kell. Az elektronikus napló bevezetése úgy gondolom egy teljes sikertörténet az iskolánkban. A kezdeti kételkedést azóta teljesen legyőzte az összes kollega. Úgy gondolom, hogy mindenki nagyon szívesen használja, és igazából ajánlani tudom minden iskolának, ha még eddig nem vezettek elektronikus naplót, akkor próbálják meg, mindenki számára előnyös.